Már 400 ezernél is többen csatlakoztak a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony petícióhoz. Úgy vélte, ez annak tulajdonítható, hogy a választók emlékeznek arra, hogy Gyurcsány Ferenc volt a kormányfő, a Demokratikus Koalíció elnöke. Egyszer kirabolta, egyszer tönkretette, egyszer pedig becsapta Magyarországot. Elmondta azt is, hogy a petícióhoz október végéig lehet csatlakozni. Úgy fogalmazott, hogy továbbra is lehetőség lesz közterületeken aláírni a petíciót, de most el is megyünk minden állampolgárhoz, bekopogtatunk hozzájuk és megkérdezzük, egyet értenek -e velünk. Hangoztatta azt is, hogy a baloldal az előválasztásnak nevezett sómisor keretében közel egy hónap alatt 160 ezer aláírás gyűjtött össze, jóval kevesebbet, mint a Fidesz petíció szűk három hét alatt. Holik István szerint Gyurcsány Ferenc többször is bizonyította, hogy nem a magyar nemzeti érdek vezérli, hanem a hatalom megragadása és az abban maradás. Kijelentette, hogy annak idején miniszterelnökként azt a baloldalt vezette, amely folyamatosan adókat emelt és úgy kezelt válságot, hogy megszorításokat vezetett be. 2022 arról fog szólni, hogy ezt a politikát visszaengedjük-e a hatalomba, vagy sem, szögezte le, rámutatva, hogy ma is Gyurcsány Ferenc a baloldal vezetője. A 2006-os eseményekkel kapcsolatban a Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, hogy ami 15 évvel ezelőtt történt, az menthetetlen, megmagyarázhatatlan és elfogadhatatlan. Ezt a baloldali politikusok is tudják, csak éppen Gyurcsány Ferenc bedarálta őket maga alá tette hozzá. Szerinte azért nem merik kimondani, hogy Gyurcsány Ferenc a múlt, amelyet nem szabad visszaengedni, hiszen Magyarország ma jó úton halad. És azt kell mondanunk, hogy Magyarország további erősödésében, felemelkedésében a legnagyobb kockázatot ma Gyurcsány Ferenc jelenti. A volt kormányfő Hollik István fogalmazása szerint kirabolta az országot, amikor a rendszerváltás után kommunista elvtársaival az állami vagyon kiprivatizálták saját maguknak. Kormányzás alatt tönkretette, 2010-ben államcsődhöz közeli helyzetbe juttatva hazánkat. Az öszödi beszédben pedig bevallotta, hogy csalással nyertek választást, hiszen hazudtak a választóknak, mondta Hollik István. Hozzátette, ezek közül máshol egy is elég lenne ahhoz, hogy az illető eltűnjön a közéletből.